Köszöntöm a régi értékek kedvelőit a csatornámon. Ezúttal egy új sorozatot fogok elindítani, amelyben közismert magyar humoristákat szeretnék bemutatni. A magyar színészek, régi magazinok, játékok és televíziós műsorok mellett úgy érzem, hogy ez is egy fontos téma. Humoristáink egykor szebb napokat is megéltek. Gondolok itt arra, hogy az ezredforduló előtt mennyi lehetőségük volt megmutatkozni, akár mint előadó művész, akár mint szerző. Nagyon sok tehetséges humoristánk született, akik humorfesztiválokon s egyéb versenyeken mérethették meg magukat, majd aztán nagy lehetőségeket kapva szerepeltek tovább a rádiókabaréban és a televízió humorműsoraiban is. Bizony, pezsgő idők voltak ezek, már ami a magyar humort illeti. A szeszélyes évszakok, a Gálvölgyi Show, az Uborka, a Parabola, a Bruhaha és még számos más nagy sikerű tévéműsor alatt röhöghettük szét magunkat a minőségi poénokon. Az összeállításokban nem csak előadó művészt, hanem szerzőket is be fogok mutatni, hiszen humoros írásműveik folytán ők is humoristának tekinthetők. S hogy csak néhány nevet említsek, a leendő összeállításokban szeretném az elkövetkező időszakban bemutatni Nagy Bandó Andrást, Maksa Zoltánt, a Markos Nádas Bonc triót, Szilágyi Györgyöt, Trunkó Barnabást, Selmeci Tibort, Galambos Szilvesztert, vagy éppen Majlát Mikes Lászlót. Ismert, s talán a mai fiatalság körében már kevésbé ismert embereket szeretnék felvonultatni az összeállításokban, hogy maradjon meg az utókornak valamennyiük feledhetetlen munkája, élete ilyen formában is. Elsőként következzék a nagyszerű Peterdi Pál. Peterdi Pál 1925-ben született Pohlenz Pál néven Budapesten. Talán kevesen tudják róla, de sokáig sportemberként, edzőként, sportújságíróként tevékenykedett a humor mellett. Fiatalon a Magyar Atlétikai Klub úszójaként, vízilabdásaként kötötte össze életét a sporttal. A 40-es évek végén vízilabdaedző, majd úszóedző lett. Szinte élete végéig a sportolás és az egészséges életmód lelkes szószólója volt, ebben a témakörben több könyvet is írt. Különösen kedvelte még a futást és a teniszt. Peterdi Pál nevéhez fűződik a kocogó mozgalom hazai elindítása is. A láb mindig kéznél van. Ezzel a hozzákötődő szlogennyével is a testmozgás fontosságára hívta fel a figyelmet. Peterdi Pál markánsan egyedi stílusú, zseniális humorú cikkeit a Népsport, a Képes Sport és a Labdarúgás című hazai lapok közölték eleinte, de hosszú éveken át ő írta a Füles című rejtvénylapban megjelent interjúkat is. 1957-től kezdve a Népsport kiskönyvtár sorozatban a sportkiadó égisze alatt számos önálló kötete látott napvilágot, amelyekben hol olyan olimpiai bajnokokról írt, mint Jenei László és Kárpáti György, hol vívóink, birkózóink és öttusázóink tengeren túli útjairól anekdotázott, máskor pedig az úszásról vagy épp a jégkorongról kanyarított egy-egy olvasmányos stílusú, kedvcsináló könyvet az ifjúság számára. Emellett állandó szerzőként jelentkezett karcolatokkal, humoreszkekkel a rádiókabaréban, valamint a Hahotában és a Ludas Matyiban is. Utóbbi újságban állandó, ismert robata volt Tücsök és Bogár néven, amelyben az olvasók által lefotózott és beküldött nyelvi hibás vagy groteszk újságcikkeket, apró hirdetéseket, reklámokat, utcai vagy termékfeliratokat ironikus kommentárokkal kiegészítve adta közre. E rovata, mely előfutára volt a mindennapok furcsaságait a közönség bevonásával kifigurázó humoros műfajoknak, előbb a Déri János vezette Ez meg az című szatirikus műsorban, majd annak megszűnése után a Szeszélyes évszakokban is létezett. A Tücsök és Bogár jeles szakértője. Így van, Peterdi Pál. Harmadnak reggel a Nuszi megjön, azt mondja, szög van. Azt mondja, medve nincsen. Egy kiló cukor. Valamivel vonzóbb ajánlat a Dél-Magyarországban. Értelmiségi házaspár, albérletbe kiadó. A hölgy különbejárattal. Peterdi Pál egyedi humorát 1983-ban Karinti gyűrűvel jutalmazta a szakma. Azt viszont már valószínűleg kevesen tudják, hogy Peterdi képregényeket is jegyzett szerzőként. 1989-ben és 1985-ben például két füzetet is készített a pajzán humoráról és ledér nő alakjairól híres Ludas Matyi karikatúristával, Endrődi Istvánnal közösen a Sportpropaganda vállalatnak Pocok a sztár, illetve Gólözön címmel.
Újságírói munkásságát 1984-ben Rózsa Ferenc díjjal, 1989-ben Erzsébet díjjal, 1994-ben pedig Aranytól díjjal ismerték el, és ugyanebben az évben Ezüst Gerely életmű díjjal honorálták kiemelkedő szakmai tevékenységét. A kerület kulturális és sportéletében kifejtett kiemelkedő teljesítménye elismeréseként 2001-ben Óbuda Békásmegyer posztumusz díszpolgári címét adományozták neki. Peterdi Pál írt krimiket, interjúköteteket, valamint szabály- és vízgyűjteményeket is. S bár ebben a sorozatban csupán a humoristák humorral kapcsolatos tevékenységéről szeretnék beszélni elsősorban, akadnak azonban olyan elkerülhetetlen témák, amelyről, mivel a nagy közönségnek is ismerete van, úgy érzem érintőlegesen is, de beszélni kell. Ilyen volt Peterdi Pál kapcsolata a 60-as években a magyar állambiztonsággal, amikor is a titkos szolgálat munkatársnak szervezte be őt. A leírások szerint ezt az ügyet a nagy nevettető halála után 16 évvel, 2016-ban szellőztették meg. De tekintsünk is el most ettől az ügytől, hiszen a videó a humorista humor jellegű munkásságára fókuszál. Peterdi Pál a humorban igen különleges volt, és valóban maradandót alkotott. 75 évesen, 2000-ben hunyt el Budapesten. A Magyar Rádió 2013. február 17-én a Kabaré Matiné egyik epizódjában megemlékezett Peterdi Pálról. Emlékezzünk rá mi is nagy szeretettel, s arra a sok humoros írásműre is, amelyet nekünk, a közönségének alkotott. Tetszene akarni látni este, hogy mit tetszene akarni látni este a kívánság műsor? Megvárom az inzertet magam mögött, hogy nézzük meg, tehát azt mondja M négyzet, egyelőbb. A hőmérséklet teszi. Jézusom, ezek rendőrök! Itt marad. Figyelmeztetem, hogy megvan menni. Na, de aztán az olyan finom, hogy meggyalja az ember mind a 20 ujját tőle. Az embernek a két kezén csak 10 ujja van, nem? De lába is van az embernek. Következik tehát a nagy esztéta, aszkéta, Peterdi Pál. Csodából elő, nézzünk egy kis csodát, kérem. Jablonkai Gábor barátom itt készített a következő felvételt, a művelődési házban.